Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ahogy az elmúlt időszakban már számtalan beszélgetésen megtapasztalhatták, nagyon sok színész volt a vendégünk, mégpedig azért, mert a Vörösmarty Színház nagyon sok színű. A társulat, a rendezők, a művészeti vezetés mind-mind gondoskodott arról, hogy példaképként emlegethessük mi színházrajongók, és mindenki, aki színházzal foglalkozik Magyarországon, hiszen az a népszínházi jelleg, amit Szikora János, Hargita Iván, Bagó Bertalan és Horváth Csaba megteremtett, azt hiszem minden igényt kielégít, jellemző módon ugye már elhangzott jó néhányszor, hogy szép lassan már Budapestről is jönnek, azt hiszem, hogy ez egy példa arra, hogy miként lehet jó színházat építeni. És hát természetesen ennek tükrében, a felvezető tükrében a vendégem egy ifjú színész, aki 2019 óta a Vörösmarty Színház tagja, Imre Krisztián. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Hát igen, az elmúlt időszakban azt hiszem, hogy 2019 óta nagyon sok minden történt veled, amióta ide szerződtél. Erről fogunk beszélni nyilván, de azért engem nagyon-nagyon érdekel a pályaválasztás, hogy egy ízig-vérig mai fiatal miként választ magának hivatást, hiszen a színházművészet mindenképpen hivatás. Igen. Hát ez egy nehéz kérdés egyébként, hogy ki hogy választ magának hivatást. Én szerintem a szerencse által választottam ezt a hivatást, ami valahogy ez rám talált. Tehát én nem úgy választottam ezt, hogy gyerekkorom óta színész akarok lenni, és készülök rá, és nagyon sokat olvasok, nagyon sokat járok színházban, nagyon sok mindennel tájékozódom, ami így a színészettel kapcsolatban van, hanem engem ez megtalált a gimnáziumban. A gimnáziumban lett egy ilyen szerelem tulajdonképpen. A testnevelés tanárom mondta, hogy vannak ilyen amatőr színjátszó iskolák Szegeden, mert én Szegeden érettségiztem, és hogy próbáljam ki, mert így látott bennem valamit. Színházba jártál egyébként? Színházba jártam Szegeden, nem sokat egyébként. Sajnos többet kellett volna, de... Tehát a pedagógus Lám-Lám felfedezte, hogy megvan benned a tehetség. Igen. És ez elég volt indítatásnak? Hát ez még nem, viszont elég volt valahogy, azt éreztem, hogy ezt nekem meg kell nézni. Ajánlott egy amatőr színjátszókört. Elmentem, ott csináltak foglalkozásokat, meg nem tudom, mi próbálgattak. És én ezt néztem, és azt mondtam, hogy ez nekem tetszik, ki akarom próbálni, és akkor beiratkoztam abba az amatőr színjátszó iskolába, és onnan meg eldöntöttem, hogy akkor jelentkezni akarok a Színház és Filmművészeti Egyetemre. Így is történt. Így is történt, de ez még 2009-ben volt, és akkor nem vettek fel. Az első rostáról kirúgtak, mert ott három rosta van, igen. Harmadik rosta után veszik fel az embereket. És ott úgy éreztem, hogy az annyira nem nekem való, mert annyira rossz élmény volt, vagy ilyen bénának éreztem magam, hogy akkor hagyom ezt a színészetet, ez nem nekem való, és elmentem geológiát hallgatni a Szegedi Egyetemre, ami egy teljesen másik irány, viszont igen. Gyerekkoromból így szerettem ezekkel. Tehát ilyen különböző adókat szerettem nézni, ahol vulkánkitörések voltak, meg paleontológia volt, meg mindenféle ilyen dolog volt. És azt hittem, hogy akkor ez az én utam, és másfél év után rájöttem, hogy ez nem. A másik az én utam, csak akkor még féltem tőle, és nem mertem jobban belemenni. Úgyhogy végül is, hát mondhatni, hogy kirúgattam magam az egyetemről, passziváltattam magam, és nem vettem fel a harmadik fél évet, úgyhogy onnan mentem, és akkor több amatőr színjátszó iskolába beiratkoztam. Tehát egyszerre voltam háromban, közben a Szegedi Nemzeti Színházban is játszottam, mert volt egy meghallgatás, és egy kis szerepet megkaptam. És akkor onnantól kezdve pedig felvételiztem megint. Igen, tehát ez egy érdekes út, hogy a földtanból, a föld felszíne, sőt az egekbe emelkedtél már, mint ilyen értelemben a színpadra. Igen. Mit vittél a felvételire? Hú. És mielőtt válaszolnál rá akkor egy kicsit, hogy miért a zenés-színész szakirányt választottad? A zenés-színész szakirányt azért választottam, mert én előtte, mielőtt felvettek az egyetemre, én a Nemes Nagy Ágnes OK-s képzésében vettem részt, színész OK-s képzés, és ott Nasz Ladiva volt az osztályfőnököm, és a Naszi valahogy megkeresték a Novák Esztert. A Novák Eszter csinált egy előadást a Jurányiban, a 12 hét, ez volt a címe, fiatalkori terhességről szól, és mindenképpen fiatalokkal akarták játszatni. És a kávétársulat kereste meg az Esztert, és az Eszter pedig az én osztályfőnökömet.
És az Eszter bejött az osztályba, és akkor foglalkoztunk egy kicsit, és volt, tehát a lényeg az, hogy volt egy próba folyamat, ahol én dolgoztam az Eszterrel. Mielőtt én jelentkeztem a zenész-színész szakra. Ugye ahol Eszter lett az osztályfőnök. Igen. Tehát én dolgoztam előtte vele, és tetszett, ahogyan foglalkozik velünk, ahogyan, ahogy kíváncsi ránk. Nem tudom ezt jobban megfogalmazni. Őt így megismertem, mint tanár egy picit, és ez sokkal ilyen motiválóbb volt. Igen, hát az a káprázatos út, az az életút, ami a Eszteré, ugye Novák Tata, Folti Jolán okán, és akkor át a világon az a rendezői szaka, hogy és amit végzett az új színházas korszak, az mind-mind megadta azt az alapot, hogy szerintem minden fiatal bízhatott benne. Mert ez ugye egy kicsit bizalmi kérdés mindkét oldalról. Persze. De az Eszter például úgy is elkedik, mint egy... Szóval ő szerintem nagyon jó pedagógus. Mint egy anyuka. Milyen volt a ti osztályotok? Ja tényleg, mit vittél a felvételre? Mit vittem a felvételre? Hát az a baj, erre nem tudok válaszolni, mert kellett 15 verset vinni, 5 monológot és 10 dalt, valahogy így. A dalban lehetett operett, opera, bár nem hiszem, hogy volt olyan elvetemült, aki olyat vitt, dal, népdal, és egyáltalán nem emlékszem, miket vittem. Mert minden évben, amikor felvételiztem, engem negyedjére vettek fel, minden évben majdnem teljesen lecseréltem a repertoárt. Aztán 2014-ben tehát megtörtént az áttörés. Igen. Tehát egyetemista lettél egy olyan osztályban, ahol Novák Eszter volt, róla ugye röviden beszéltünk, de kell, hogy szó essék Selmeci Györgyről is. Hát hogy boldogultatok vele? Ha valaki maximalista, akkor Selmeci György az. Az, hogy világhírű és a saját maga a zenei pályáján mi mindent elért, azt felsorolhatatlan itt egy ilyen rövid műsor keretében. Ugyanakkor milyen pedagógus ő? Azt, tehát annak tükrében, hogy én azt mondtam, hogy maximalista, és az úgy is van. Igen. Hát a tanár úr, ő más, mint az Eszter. Az Eszter nagyon... Ő pátyolgat minket, ő sokat foglalkozik velünk. A tanár úr, ő nem foglalkozott annyira sokat velünk, viszont ő neki egy akkora, nem is felfoghatatlan szakmai tudása van, hogy ő bejött, nézegetett minket, csináltuk a jeleneteket, énekeltünk, nem tudom, és mondott 3 olyan dolgot, amitől így mindenki kapkodta a fejét, hogy tényleg, hát így kellett volna csinálni. Miért nem így kezdtem el? Tehát ő valahogy... Ő nem volt ilyen atyáskodó, vagy nem volt annyira ilyen pótapánk, viszont iszonyatos szakmai tudással. Lehet mondani, hogy napról minket. Napra fejlődtetek? Tehát ez tetten érhető volt? Persze. A gyakorlatban is? Persze. És fejben hogyan lehetett mindezt átvészelni? Hiszen ki más mentalitással érkezik, aztán közösséget alkot, utána meg kell tanulnia, hogy vannak elvárások, az elvárásoknak meg kell felelnie, hiszen bármennyire is tehetséges valaki, a szorgalommal párosulva lehet csak eredményes. Igen. Hát szerintem a nehezebb dolguk volt azoknak, akik például érettségi után kerültek az egyetemre. Mert én nem érettségi után kerültem, én egy picit éltem. Tehát nem az volt, hogy a 45 perces órák és 15 perces szünetek után bekerültem egy olyan mókuskerékbe, ami reggel 9-től éjfélig tart, ők viszont igen. És ezt feldolgozni, ez szerintem iszonyat nehéz. Nekünk is nehéz volt, idősebbeknek, de nagyon, nagyon nagy mázlink volt, mert egy jó osztályközösség alakult ki, nem is tudom. Egy remek csapat voltatok, néztem igen. A színlapokat, az Audrey színpad színlapjait, fantasztikus előadásoknak voltatok részesei. Ez mennyit segít egyébként egy színésznek, ha egy jó csapatba kerül, mármint az osztályát gondolom, és olyan évfolyamok veszik körül, alul-felül, akikkel lehet alkotni? Hát, ez nagyon nagy segítség. Az osztályközösség már maga egy borzalmas előny, hogyha olyan emberekkel dolgozol, akikkel tényleg szeretsz is együtt lenni, és barátaid, mert nekem majdnem mindegyikük jó barátom lett. Milyen volt ez az osztályközösség szakmai szemmel? Fú, hát szakmai szemmel... Tehát ha most a Selmeci tanár úr bőrébe, professzor úr bőrébe bújnál, milyenek voltatok ti? Folyamatosan tetten érhető volt az a fejlődés? Folyamatosan tetten érhető volt, kinél, mikor és milyen erővel, ha szabad így fogalmazzak. Mert ugye voltak akiknek ezt a sokkot fel kellett dolgozni, hogy ők most oda kerültek, hogy ők egy ilyen munkatempóval
szembesültek. Van, aki nagyon sokáig stagnált, aztán hirtelen megugrott, egyszer csak valahogy nem, elengedte, vagy felszabadult, vagy megtanult valamit, valami beérett. Tehát van, aki ugrált például, van, aki folyamatosan felfele ívelt, vagy folyamatosan éppen lefele, mert olyanok is voltak. Tehát ez minden embernél más volt igazából, de szerencsére az osztály közösség miatt nem volt az, hogy nem volt jellemző az, hogy valakit hátrahagytunk, tehát mondjuk aki éppen béna volt valamiben, azt jó, akkor ő béna, mi menjünk tovább, hanem egymást húzogattuk fel, hogyha olyan nehéz helyzet volt. Te magad tudatos voltál? Hát igyekeztem tudatos lenni. Én úgy kezdtem el ezt az egészet, hogy én nagyon tudatos leszek, és nagyon tudatosnak is gondoltam magam, és csak amikor találkozik az ember egy durva helyzettel, mert a durvát azt úgy értem, hogy egy majdnem megoldhatatlan, számomra megoldhatatlan szakmai helyzettel, akkor rájövök, hogy nem is voltam én annyira tudatos, mert ott szétesik minden, ott összezavarodok, és akkor csak téblából az ember kapkod minden, de hát ezek olyan hibák, amiket el kellett, hogy kövessünk. És ilyenkor mi a teendő? Ki az, aki segít? Ki az, aki segített? A társak a fontosak, vagy az a pedagógus, az a szemlélet, amely megtanított arra, hogy minden nehézségben van kilábalás? Nekem nagy segítség voltak a társak, de egyébként mind a kettő, tehát a pedagógus is, és a társak is. A társak, mondom, azért voltak jó erői ennek, mert összekovácsoló erő, mert tényleg segítettük egymást, és nem romboltuk egymást. Nem voltak irítségek, hogy neked ez most jobban sikerült, nekem miért nem. Picibe igen, de mégis inkább támogattuk egymást, és a tanárok is támogattak minket. Persze feladatuk volt az is, hogy ők távolról figyeljenek minket, hogy hibázzunk, mert a hibázás nagyon fontos. Tehát voltak krízishelyzetek? Voltak, persze. Beszéljünk az Ódry színpados időszakról. Melyik volt az első darab, amit azt mondtad, hogy egy kicsit ebben a szerepben, azon a színpadon már lubickoltál benne? Fú, hát ez nehéz. Nehéz kérdés. Az első előadásunk, ami Ódry színpadra készült, az a George and Cole volt, ami egy zenés, táncos, őrületes revű, Gershwin és Cole Porter dalokból. Az nem volt annyira színészi, az inkább egy nagyon, nagyon erős és nagyon hasznos tapasztalás volt arról, hogy milyen is 2,5-3 órán keresztül folyamatosan nyomni a sót, hogyha szabad így fogalmazok. Nem olyan értelemben sót, de hogy az egy kemény munka volt. Nagyon-nagyon sok öltözéssel, nagyon-nagyon sok tánccal, fél éves felkészüléssel, majdnem fél éves felkészüléssel. Az, igen. De hogy melyik volt az a szerep? Hát végül is, ami tulajdonképpen a diplomamunkám lett, de az már 5. évben volt, a Nakong Szipánban hullahó, mint Galambos Péter rendezett. Én még hozzá egy rendkívül sikeres darab volt mindenképpen. Igen. Ott egy irgalmatlan nagy feladattal találtam magam szembe, abba tudtam lubickolni. Tehát akkor azt mondjuk, hogy az a legendás szegedi kis színházas Messenger Boyból lett abban a szerepben egy igazi színművész? Hát remélem, hogy így fogalmazhatunk, igen. Jó. A társaiddal milyen terveitek voltak, milyen terveket szőttetek? Hiszen ugye kaptál elismerést a Színművészeti Egyetemén, a legjobb előadás, illetve a legjobb színész díj. Pontosan megnézem, hogy az mi is volt, mert én azt hiszem, hogy arra lehet. Igen, a Máté Erzsi Alapítvány díját kaptátok, igen, Hevesi Lászlóval. Igen. Igen, ez egy ilyen érdekes helyzet volt, mert azt mondták, hogy ezt a díjat egy ember szokta megkapni, de mivel párhuzamos osztály voltunk mi a Zsótéros osztállyal, ezért mind a két osztályból választottak egyet. És milyen volt Gulácsi Lajos szerepében, ha már egyszer említetted azt a legendás főszerepet? Mert az egy igazi főszerep. Hát az egy ízig-vérig főszerep. Az egy 3 órás előadás, ahol nem jön le a színpadról a főszereplő. És nem jöttem le a színpadról, és sárban másztam, és kúsztam. És hát ez egy irgalmatlanul nehéz próba folyamat volt. Egy nagyon nagy tanulópénz. Rossz szó ez, hogy tanuló, vagy rossz kifejezés, de ott megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor tényleg próba után hazamenni, szöveget tanulni, a következő próbára szöveget tanulni, tehát napról napra élni és dolgozni, mint az őrült. Hadd idézzem meg itt segítséggel, hogy abban az évben 26 saját bemutatója volt, 352 előadása az egyetemnek,
konferencia, fesztivál, országon belül, határon túl, Iliászolvasás, közönségszavazás, ugye itt az már ezen túl vagyunk, Máté Erzsi alapítvány díja. Ez azért tényleg teljes embert kíván, de hát fiatalok voltatok. Viszont volt-e kétséget felőle, hogy miként szeretnéd folytatni? Volt mélypontja ennek az egésznek, igen. Amikor elgondolkodtam, hogy vajon érdemes ezt csinálni. Már pedig azért, hogy mégpedig, mert én azt gondoltam, naivan, de szerintem mindannyian ezt gondoljuk, és ez jobb, hogyha így kiölik az emberből, mert ez nincs így. Szóval azt gondoltam, hogy nekem akkor alanyi jogon jár az, hogy én fogok tudni helyezkedni, hogy én jó szerepeket fogok játszani, hogy én majd nagy színész leszek. És negyedévben már éreztük a szelét, de ötödévben jöttünk rá, hogy ez egyáltalán nincs így, mert nagyon-nagyon sok színész van az országban, és nekünk kell harcolni azért, hogy egyáltalán megnézzenek minket. Ami régen, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt egyáltalán nem így volt, akkor jöttek, akkor vitték az embereket, de most nincs így. És a Pál utcai fiúk mennyit segített? Hiszen Pál utcai fiúk egy legenda az elmúlt 30 év, tehát ha visszamegyek az időben, a képzelt riporthoz hasonló nagyságrend egyik oldalról, szeretetben, tiszteletben, megbecsülésben, sikerben mindenképpen, amerre jártok a mindenki. És ugye merem mondani, hogy ugye ez a darab végképp nem csak Bokáról, Nemecsekről szól, hanem Ács Feriről, ugyanúgy a Pásztorokról, Cseléről, Richterről, Barabásról, mindenkiről. Ez mennyire erősített meg benneteket, és mennyire volt kihívás egy kicsit elfelejteni a hétköznapokon? Hiszen egy Pál utcai fiúk minden előadása ünnep volt. Ezt tudjuk itt Fehérváron is, hiszen a 50-dik is itt, vagy 70-dik is itt volt. Igen. Hát akkor elfelejtettük, mert akkor nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni. Tehát akkor nem járt máson az agyunk, mint hogy táncpróba, énekpróba, szövegösszemondó, mindenféle dolog, az egy nagyon nehéz. Az is egy nagyon nehéz. Zenés darabot nagyon fárasztó csinálni. Igen, de ezt azért kérdezem, mert utána mondtad, hogy utána jött a krízis helyzet. Igen. Ezt követően. Igen. Hát utána, ugye akkor azt hiszem, hogy harmadév végén keresett meg minket Keszég László, illetve az Esztert, aki rendezte a darabot, és ott még ott nagyon örültünk, hogy van munka lehetőség, mármint hogy így először így mondjuk elhívnak embereket. Engem először hívtak el a színházba, mióta az egyetemen voltam. És az egy tök jó dolog. Igen. Nyilvánvalóan. Akkor valaki kíváncsi rám, valamelyik színház kíváncsi rám, gondolja az ember, és akkor, amikor azt csináltak, akkor ezzel még egyáltalán nem volt probléma. Ezzel a gondolattal, hogy lehet, hogy amúgy nem biztos, hogy lesz munkám. Mert ez tényleg így volt, hogy lehet, hogy nem lesz munkám. És a Városmajor az mennyit segített, a szabadtéri színpad? Hiszen ott is volt Bonnie és Clyde, és így tovább. Igen. Úgy kérdezed, hogy... Hogy az mennyit, tehát átvészelni a nehézségeket? Vagy kilábalni, vagy éppenség ez előtte volt, vagy mögötte? Előtte is, meg mögötte is, meg közben is. Mert azt 2019 nyarán és 2018 nyarán is megcsináltuk. És az egy nagyon-nagyon-nagyon jó próba folyamat volt. Ott a kaposvári színművész hallgatókkal is együtt játszottunk, ők is voltak a darabban, és nagyon fiatalos csapat, tényleg így iszonyat, az egy nagyon jó tapasztalás volt. Ott egyáltalán nem gondoltam arra, hogy mi lesz jövőre, vagy mi lesz a következő hónapban. Tehát akkor elérkezett a diplomaosztó. Tudtad-e már, hogy mihez kezdesz? Mikor jött az első megkeresés? Milyen gondolatokkal vetted át a diplomádat? Hát olyan gondolatokkal, hogy lesz munkám. Ellenben nem számítottam arra, hogy ezután így kell futni. Tehát akkor az egy megnyugvó pont volt, amikor átvettük a diplomát, mert ez egy örömteli dolog, amiért megharcoltunk, az itt van a kezünkben. De nem is tudom, akkor így nem voltak ilyen szörnyű gondolataim abban a pillanatban. Hogy mi lesz. Mikor jött a megkeresés? Fehérváról? Igen. Nyáron. Kellett gondolkodnod? Mert már ízig-vérig pesti lettél. Igen.
A Szegedi Srácból Pesti lett, a Pestiből Fehérvári. Most már szép lassan, de legalábbis így lesz. Mármint színművészként mindenképpen. Igen. Hát persze gondolkodtam rajta, de nyilvánvalóan nagyon akartam idejönni. Úgyhogy elfogadtam. A Pesten élés az... Nyilván ez most így egy fura helyzet, hogy én Pesten élek és itt dolgozom, és akkor ingázni kell. De hát úgy gondoltam, hogy ezt be kell vállalni, mert egyébként is szerettem volna ehhez a színházhoz szerződni. És most mi vonzott a Vörösmarty Színházban? Legfőképpen a társulat, akiket akkor még nem nagyon ismertem, viszont tudtam, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon erős társulat. Vidéki viszonylatban szerintem hát az ország top 3 társulata. Nyilván. Tehát azért itt a felsorolás szintjén addig nem megyünk el, de én azt gondolom, hogy rendkívül egészséges az arány a rutinos, idős sztárszínészek, vezetőszínészek, aki középen van, és a most érkezett, tehát Fél Ladány Júliára gondolok, rád gondolok, és az előző években megérkezett, hiszen még a Pálya Pompéjék, Varga Lili sem a 30 ezen az oldalán vannak. Igen. Úgyhogy ez egy egészen kiváló. Milyen szerepet játszott, hogy egy ilyen művészeti vezetés van, ahol a Szikora, Hargitai, Bagó, Horváth Csaba külön-külön is már letette a névjegyét? Hát húzó nevek, azt tudom mondani, tehát nagyon örültem, hogy ilyen emberekkel fogok dolgozni, és ilyen emberekkel meg tudok ismerkedni. Igen, azt hiszem, tehát hogy ott nagyon örültem annak, hogy ide tudok szerződni, vagy ide le tudnak szerződtetni. Mert az, hogy a Pál utcai az megy tovább, az reméltem, hogyha esetleg nem is itt fogok dolgozni, hogy ide még vissza tudok jönni ebbe a közegbe, de az, hogy leszerződtetnek, az egy nagyon nagy öröm volt. Szerintem a Pál utcait, a századikat is én szeretném látni itt. Én szeretném eljátszani. Nincs kétségem felül, hogy így lesz. És ráadásul megtaláltak a szerepek. Azt hiszem, nagyon jókor jöttél. Ugye Sobor Antal mindannyiunk kedvenc magyar irodalom tanára volt itt Székesfehérváron, és már nagyon régóta érett, hogy valaki felfedezi végre a Perely uramat, mert a Perely uram kisregény az egy kult darab volt, és viszonylag szűk körben ismert. De hát elindult az útján. És egy olyan szerepet kaptál Manzbart Antal személyében, ami azt hiszem egyik oldalra illett hozzá, de a másik oldalra pedig egy óriási megmérettetés és kihívás. Egy ilyen darab. Mert ez egy új szemlélettel mutatja meg a 48-49-es szabadságharc történéseit. Igen. Ez egy nagyon érdekes megkeresés volt. Felhívott Szikora János, és mondta, hogy arra gondolt, hogy én játszanám ennek a darabnak az egyik főszereplőjét, Gáspár Sándor lenne ugye a másik. És akkor mondom, nagyon köszönöm, nem tudom, jaj, tök jó. És leraktam a telefont, és akkor felhívtam az Esztert, hogy Eszter, képzeld, hogy ez van, és hogy főszerep, és nem tudom, és tök nagyon izgatott lettem. És mondta az Eszter, hogy hát, te gondolkodj, hát vállald el, persze, menjél, csináld. És igen, nagy kihívás volt azért, mert ugye egy papról van szó, és valamiért, nem, én sem értem, hogy miért, de most szakmai szemmel, hogy valahogy, hogyha egy pap, vagy hogyha egy rendőr, akkor ilyen sztereotípiák jutnak az emberek eszébe. És ezt valahogy le kellett söpörnöm, hogy ez nem egy papot kell játszanom, nem csak egy papot kell játszanom, hanem egy embert kell játszani, egy embert kell megformálni. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, és nagyon jó volt, hogy Csámpi segített nekem. Így van, tehát Gáspár Sándorról beszélünk, igen, esetleg, ha valaki nem tudná. Igen, ez egy sikerdarab, másrészt pedig azt hiszem, hogy elismerés abban az értelemben, hogy ugye március 13-án a Nemzeti Színház is műsorra tűzte, hát ennek ott volt a helye, valljuk meg. És hát az utóélete pedig nem különben veretes. Aztán jöttek a kis szerepek. Viszont azok is nagyon fontosak, hogy igazán társulati tagnak érezd magad. Tényleg melyik volt az első pillanat, amikor azt mondtad, hogy itthon vagyok, mármint a színpadon? Itt, Fehérváron? Igen. Itthon vagyok? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Talán a Perely uram alatt volt egy ilyen, de akkor meg ugye nem voltam leszerződtetett tag. Nem tudom, hogy volt-e ilyen pillanat. Már hogy volt ilyen pillanat, csak az, hogy mikor volt az a pillanat, azt nem tudom. De most már ide tartozol végére, és ez bizonyítja a főszerep. Tehát ugye Rómeó és Júliát játszani, az teljesen mindegy, hogy milyen adaptáció,
most ebben az adaptációban egy egészen különleges feladat. És azt megerősítés egyik oldalról, hogy téged választottak, másrészt pedig, hogy ti ketten most a két újonc, ha úgy tetszik, akik éppen csak átléptétek a színház küszöbét, ilyen abszolút főszerepet játszani egy olyan adaptációban, ami... Igen, de ott, ott nem én játszom a Rómeót. Ja, nem, az Kovács Tamás, igen. De a Rómeóban játszol benne, tehát így, igen. Szóval azok a szerepálmok megtaláltak, amik az idén... Kaphattál szerepet? Hát szerepálmaim nincsenek egyébként. Tehát nincs egy olyan, hogy én ezt, ezt el akarom játszani, és akkor ott leteszem a lantot. De én nagyon sok szerepet el akarok játszani. Kicsit nagyot, közepeset, jelentéktelent, jelentékenyt, mindenfélét. Most van a próba folyamata. Ugye a Szabó Magda fantasztikus történelmi drámájának az a szép fényes nap. Hogy érzed magad ebben a darabban? Hiszen ez megint egy cool darab. Igen. Hát nekem most tulajdonképpen nem játszom nagyot, nagy szerepet abban a darabban, úgyhogy ez most egy nyugodt próba folyamat, tulajdonképpen majdhogy nem hátratett kézzel tudom figyelni az eseményeket, mert itt most nem az van, hogy én vagyok folyamatosan a színpadon, és nincsen pihenő, és nyomni kell. Egy nagyon, nagyon érdekes a sztori, a darab iszonyatosan érdekes szerintem. Nagyon, nagyon különleges. No, tehát megérkeztél, ezt örömmel vesszük. Milyen álmaid vannak itt? Általában, ha így visszatekintenél a 5 évvel idősebb Imre Krisztiánnal, mi az, amit szeretnél elérni? Hát mindenféleképpen azt, hogy jól érezzem magam itt. Tehát, hogy ne érezzem azt, hogy én rossz helyen vagyok. Az egy alap dolog, szerintem. Bár ezt nem kell így elérni, csak ezt fenntartani. Mert hogyha úgy érzem, hogy én jó helyen vagyok, akkor tulajdonképpen így van. Bármi. A társak bizonyosan segítenek a művészeti vezetés, nem különben a közönség. Igen, és mi is ezért vagyunk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megérkeztél hozzánk, köszönöm, hogy megtiszteltél, és akkor hajrá, 25-én premiér. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, én is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Imre Krisztián, a Vörösmarty Színház művésze volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!